Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Eperjesi Tímea vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Bölcsőde épült Kaposszegcsőn. Ünnepélyes megnyitó keretein belül adták át az új intézményt. Nem csak a 20 éveseké a világ. Nyugdíjas sportnap Faddon. Baptista tevéken szeretett misszió. Idén is sok családnak könnyítik meg majd az iskola kezdést. Dél-Dunán túli társasjáték klub találkozó. Másodszor rendezte meg a Tolnai Egyesület. Kaposszegcsőn a Csillagvirág óvoda kibővült egy 14 férőhelyes bölcsödével is. Augusztus 28-án adták át és szentelték meg az új épületet, az idei évet pedig 12 gyerekkel kezdik. Kaposszegcsőn megnyitotta kapuit az óvoda mellé az újonnan épült bölcsőde. A megnyitót a picik kezdték táncaikkal. A kaposszegcsői Csillagvirág óvodánk bővülhetett egy bölcsöderésszel. Ez azt jelenti, hogy most szeptember 1-től már kaposszegcsői Csillagvirág óvoda és bölcsöde lesz. Jelenleg 60 gyerek jár az óvoda részbe, két csoportba, és így most egy csoporttal pluszba bővült a bölcsödei csoporttal. Ez 14 férőhelyet jelentene, de mivel hogy két évesek alatt is vannak a csoportban, ezért a maximális 12 fővel indul szeptemberbe a csoport. A bölcsőde már régóta szerepelt a tervek között. Amikor már mi lettünk a mostani képviselőtestület, akkor láttuk, hogy nem biztos, hogy az az út, hogy még az óvodába kell egy csoport, hanem már ugye jobban tudunk játszani, meg ugye jobban ki tudjuk szolgálni az igényeket, hogyha inkább bölcsödét építünk mellé, és akkor jött ez a lehetőség, hogy ugye 19-től, vagy 18-tól helyettes államtitkár úr el is mondta, hogy megnyíltak ezek a pénzforrási lehetőségek, hogy bölcsödéket lehet ugye építeni, illetve támogatást lehet rászerezni. És akkor így gyakorlatilag 21 végén adtuk be a pályázatot. Az eseményen Potápi Árpád János országgyűlési képviselő is részt vett, és köszöntötte a jelenlévőket. Gratulálok a beruházáshoz, gratulálok a kivitelezéshez, mert az sem mindegy, hogy ugyanabból a pénzből milyen módon, milyen minőségben építjük meg az épületet, illetve a csoportszobákat, hogyan alakítjuk ki, milyen bútorokkal látjuk el. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt is ez magas szinten valósult meg. A bölcsődés évek fontosak a gyerekek számára, így most Kaposszegcsőn a legkisebbek is részesülhetnek a fejlesztési lehetőségekben. Ahova a szülők beadják a gyereküket, ahol oktatási, nevelési feladatot látnak el, hiszen ezek oktatói, nevelői intézmények. Korán reggel vihetik a szülők a gyerekeket, és késő délutánig a gyerekek biztonságban vannak, étkezést kapnak, amelyet jelentős mértékben támogat a kormány, hozzájárul az étkezési költségekhez, és emellett pedig a gyermekeinket az alapvető szocializációs dolgokra tanítják meg. Amit az óvodás korban a gyerekek megtanulnak, az nélkülözhetetlen az élet további részében. Az iskolai évek előkészítő intézményei a bölcsőde és az óvoda, így fontos, hogy minden kisgyerek részesüljön ezekben a lehetőségekben. Nyugdíjas sportnapot rendeztek Faddon. A szépkorúak Tolna vármegye számos településéről érkeztek. Jó hangulatú, sportos feladatok keretében versenyeztek egymással. Hatvan felett sem áll meg az élet, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint azok a szépkorúak, akik részt vettek a nyugdíjas sportnapon Faddon. A nyugdíjasaink aktivitását figyelembe véve, igénybe véve rengeteg támogatást kapunk tőlük, de nem csak tőlük, hanem a faddi nagyközség önkormányzatától, aki ebbe az évben kimagaslóan nagy támogatással segítette a rendezvény megszervezésében. A lélekben és testben is fiatal időseknek játékos feladatokat kellett megoldaniuk, a különböző településekről érkező csapatok így versenyeztek egymással. A településünk önkormányzata mindig igyekszik mindenféle civil szervezetet és civil egyesületet támogatni, így a sportolókat, tűzoltókat és természetesen a nyugdíjasokat. Nekem van egy hitvallásom, hogy a nyugdíjasoktól ők
ők az, valamilyen szinten az elődeinknek mondhatók. Tehát ők leérteket teremtettek a településen, akár fizikálisan, akár szellemi értelemben, és nekünk ezeket az értékeket tovább kell vinni, és meg kell becsülni azt a munkát, amit a nyugdíjasok belefeszeltek az életük folyamán a tevékenységben, a település életében. Úgyhogy mi kiemelt támogatást nyújtunk a nyugdíjasoknak is, hiszen ők már sok mindent letettek az asztalra. A feladatokat nagy lelkesedéssel hajtották végre a résztvevők. Szerintem ilyen 60 pluszos embereknek is szüksége van a mozgásra. Szerintem ez nem volt megterhelő, mindenki szépen tudta teljesíteni. Végeredmény, én úgy gondolom, hogy az is nagyon szép fog lenni. A viharos időjárás miatt kedden a kora esti órákban Tolna vármegyében 7 településen összesen 15 beavatkozás történt. A szél 2 lakóház tetejét megbontotta, a többi beavatkozásra fakidőlések és letört ágak miatt volt szükség a katasztrófavédelemtől. A károk felszámolásán a szekszárdi, paksi, bonyhádi és a kalocsai hivatásos egységek mellett a viharral érintett települések önkéntes és önkormányzati tűzoltói is nagy erőkkel dolgoztak. A dombóvári rendőrkapitányságon indult eljárás ismeretlen tettesek ellen, akik szombatról vasárnapra virradó éjjel a város központjában több kukát felborítottak és ereszcsatornákat rongáltak meg. Bejelentést nem tett senki, a rendőrök hétfőn reggel az egyik internetes közösségi oldalról szereztek tudomást az esetről. Az adatgyűjtés során rövid időn belül eljutottak egy 18 éves helyi fiatalemberhez, aki részt vehetett a bűncselekmény elkövetésében. A fiú elmondta, hogy a szombati diszkóból indultak csavarogni a barátaival, amely során az említett károkat okozták. A 4 tagú társaságnak csoportosan elkövetett garázdaság büntet miatt kell felelnie. A Gement ZRT augusztus 28-ától szeptember 27-ig minden nap azonos időszakára délután 16 órától dél előtt 9 óráig erdőlátogatási tilalmat rendel el meghatározott erdőterületekre, földterületekre. A korlátozás kiterjed a vadföldekre, erdei tisztásokra, utakra, egyéb erdészeti létesítményekre, valamint az ott található vízfolyásokra. A korlátozás nem terjed ki a kijelölt túraútvonalakra, melyek továbbra is szabadon látogathatók. A tilalom hatálya alá eső területek megtekinthető a Gement ZRT honlapján. A baptista tevékeny szeretett misszió és a dombóvári új esélyközpont közös összefogása révén idén is tanszereket adományoztak a rászoruló családoknak. Az iskolás gyermekeket a tanév kezdéshez elengedhetetlen eszközökkel segítették ki. Nagy az összefogás iskola kezdés előtt Dombováron a baptista tevékeny szeretett missziónál. Nagyon fontosnak látjuk azt, hogy olyan nehéz helyzetben levő családokat, akik tényleg komoly anyagi problémákkal küzdködnek, hogy legalább ilyen módon tudjuk őket segíteni. Ide hoztunk most 30 csomagot, ami ma szétosztásra fog kerülni, de egyébként már negyedik éve folyik a BTSZ-en belül ez a úgynevezett tanszer adománygyűjtés, aztán szétosztás. Idén 1000 csomagot készítettünk önkénteseinkkel együtt, és idáig kb. 2000 családot tudtunk segíteni az elmúlt években. Ez az alkalom nem csak azoknak csal az arcára mosolyt, akik kapják a segítséget, hanem azoknak is, akik adják. Igazából azért vagyunk itt, meghívott a baptista szeretett szolgálat, hogy jelen legyünk a csomagok átadásánál. Ez egy nagyon-nagyon nagy segítség a szülőknek, hogy iskolakezdésre kapnak a gyerekek támogatást, de én úgy gondolom, hogy ez nem csak a szülőknek, a gyerekeknek is élmény, hogy figyelünk oda rájuk. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy a baptista szeretett szolgálat már évek óta fölvállalja a nehéz sorsú embereknek a gondozását, odafigyelését, és ez egy külön kis aranyos kis rendezvény, hogy a gyerekekkel együtt a szülők átvették ezt a csomagot. Pintér Szilárd Dombóvár város polgármestere örül, hogy a gyerekek majd boldogan kezdik meg az idei tanévet. A baptista szeretett misszió jóvoltából az idei évben már harmadszor került sor tanszerosztásra itt az új esély központba Dombováron. Nyilván ez örömteli pillanat a gyerkőcöknek, a szülőknek és a városvezetésnek is, hiszen nem vagyunk magunkra hagyva, nem vagyunk egyed, akik tudnak segíteni a rászorulókon. Remélem, hogy a jó példa ragadós, hiszen évek óta már a Nagycsaládosok Egyesülete, baptista szeretett misszió. Nyilván itt a máltaiak szerepvállalás és nagyon fontos Dombovár életében teremtett egy olyan szociális hálót,
amelyel megteremtődik annak a feltétele, hogy mindenkinek tele lesz a táskája, tankönyvet megkapják ingyen, tanszereket nyilván különböző csatornákon keresztül, és remélem, hogy hétfőn mosolygós gyerekek indulnak majd az iskolába, Dombaváron. A kicsik elmesélték, milyen jó dolgokat kaptak az eseményen. Radírt, füzeteket, ceruzát. A tanszerosztás után frissítő üdítővel és szendvicssel kedveskedtek mindenkinek a szervezők. Az online piactereken gyakran az eladókat is megkárosítják. Egy Paks környéki asszony által meghirdetett termékre rövid időn belül jelentkezett egy érdeklődő, aki már a csomagszállítást is elindította. Ezután a szokásos módon megérkezett egy link a gyanútlan asszonyhoz, aki ott megadta a bankkártya adatait. A magát vevőnek kiadó személy 130 ezer forint körüli összegben vásárolt a nők árára, a banknál aztán sikerült a számlát gyorsan zároltatni. Árulkodó lehet, ha a hirdetésünkre rövid időn belül jelentkezik érdeklődő, és annyira gyorsan akarja megvásárolni a terméket, hogy egyből küldi a csomagszállító nevét. A födém szigetelése a padlás szigetelési programon keresztül ingyenesen érhető el azon tulajdonosok számára, akik magas tetős ingatlannal rendelkeznek, a födém még nincs szigetelve, és vállalják az SC Plus Studio Kft. Felhívásában tájékoztatójában szereplő feltételeket. Az ingyenes lehetőséget a 2021-től érvényben lévő energiakötelezettségi rendszer biztosítja. A szigetelés eredményeként a fűtési költség és városi szinten a CO2 kibocsátás is jelentősen csökken. A padlás szigetelési program iránt érdeklődőknek lakossági fórumot szervez Bonyhád város önkormányzata, ami 2024. augusztus 29-én 17 órakor lesz a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban. További információ a település honlapján olvasható. A Tolnai Társasjátékvár Egyesület tavaly rendezte meg az első Dél-Dunántúli Társasjátékklub találkozót. Az esemény eredményességének köszönhetően pedig idén ezt megismételték. A cél a klubok közti kapcsolatépítés, a táblás játékok népszerűsítése és természetesen a szórakozás. Fogynak, akkor van még a játéknak. Az az egyetlen olyan opció, hogy meghaltunk a hegyen. Tehát, hogy ez az gyakorlatilag, ami minket élet. A Tolnai Társasjátékvár Egyesület vezetője beszélt a szervezési feladatokról a helyszínen, ami idén a bogyiszlói Petőfi Sándor művelődési ház volt. Kipattant az agyunkból, hogy jó lenne összehozni a környezetben lévő Dél-Dunántúlon jelenlévő társasjáték egyesületeket, szervezeteket, kluboket, és tavaly évben megrendeztük első alkalommal, és úgy gondoltuk, hogy ebből teremtve egy hagyományt minden évben megrendezzük. Rengeteg településről, környező településről, Idegszemcséről, Jánoshalmáról, Szekszárdról jöttek egyesületek és szervezetek, ebből tagok. Mindenki hatalmas lelkesedéssel várta már a rendezvényt. Minden egyesület hozott játékokat a saját repertoáriából. Ezeket lehetett szabadon kipróbálni az egész napos rendezvényen. Kitaláltunk egy játéknapló nevezetű játékot. Ez úgy azért pattant ki az agyunkból, mert tavaly évben észrevettük, hogy sok olyan csapat volt, akik csak egyedül ők játszottak végig, és úgy gondoltuk, hogy így a közösségépítés jegyében ösztönözve arra a résztvevőket, hogy minél több emberre játszanak. Ez a játéknapról arra szolgál, hogy kap mindenki egy kis nyomdát magának, egy saját személyre szabottat, és ezen a játéknaplón tudja gyűjteni minden játékostól a névre szóló nyomdát, és aki a délután végére a legtöbb nyomdát szerzi, az szintén egy értékes nyereményben részesül. Mezőfi Richard Pécsről, a Just for Fun Egyesülettől érkezett. Jelenleg több mint 200 darabos a társasjáték gyűjteménye. Just for Fun, én is nemrég csatlakoztam egy pár hónapja, de viszont már elég régóta ismertem őket, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor én is szeretnék becsatlakozni. És havonta egyszer van egy nagyobb társas nap, általában hétvégén, ahol mindenki saját társas behoz a vezetők közül, és akkor azokat rakjuk mások elé, kipróbáltatjuk őket. Mikor bejönnek, megkérdezzük, hogy milyen játékot szeretnek, hányan vannak, mit ismernek már, és azt szerint megpróbáljuk a jobb játékot mutatni neki, hogy mi lenne nekik jó. A találkozón a regisztrálók között játékokat sorsoltak ki. Így sokan plusz dobozzal térhettek haza, és gazdagíthatták gyűjteményeiket.
Regionális híreink következnek. Rekordok a turizmusban, még nem ürült ki a Balaton. Elég volt 48 óra az elfogáshoz. A rendőrök szerint megvan a pécsi gyilkosság elkövetője. Közlekedik a család. A közlekedés biztonsági feladatokban legügyesebb család idén is egy új autót nyert. Nem ürült ki a Balaton augusztus 20-a után sem. Bár lényegesen kevesebben utaznak a tóhoz, mint a főszezonban, még mindig vannak, akik egy-egy napot, vagy akár 2-3 éjszakát is eltöltenek a tóparti településeken. A szakemberek azt mondják, idén is népszerű volt a Balaton a turisták körében. Ez elsősorban a szolgáltatások bővülésének és a tartós hőségnek köszönhető. Zsúfolásig megteltek a strandok a Balatonnál júliusban és augusztusban is. A tartós hőség miatt sokan menekültek a tóhoz hűsölni. A tapasztalat szerint a csütörtöktől vasárnapig terjedő időszakok voltak a legerősebbek. Biztosak vagyunk benne, hogy az idei év rekordokat fog dönteni. Kivételesen kegyes hozzánk az időjárás. Az idei nyárban szinte minden nap gyönyörű volt az időjárás, és ennek köszönhetően a Balaton vízhőmérséklete 27 fok most is, és itt árnyékban is közel 30 fok van. Nagyon-nagyon sokan jönnek hozzánk, és a vízparti nyaralásnál azt gondolom nyáron nem is lehet Magyarországon jobb helyet találni, mint a Balaton. Kiegészítő desztinációként szerepel a Balaton a hazai turizmusban, mondja ennek az Amarlis szállodának a kommunikációs vezetője. Kis Anna Mária szerint a Covid után a külföldi utazások kerültek előtérbe, és a Balaton csak másodlagos kikapcsolódási lehetőség a családok számára. Alapvetően kettő részre kell elkülöníteni a vendégeknek a foglalási szokásait. Ugye vannak azok a vendégek, akik egy hosszabb, tehát 6-7 éjszakás nyaralást terveznek a Balatonra. Jellemzően nem csak ketten, hanem az egész család, ami azt jelenti, hogy több generációs együtt utazik. Ők alapvetően április-májusban foglalnak, hogy mindenkinek ugye az időpont legyen, és akkor vannak a rövidebb tartózkodási időszakra foglalók, jellemzően 2-3 maximum 4 fő, akik 2-3 éjszakára foglalnak, és ők pedig a jellemzően az időjárás függvényében, mondhatjuk úgy, hogy a érkezés előtt egy hétben foglalnak. Nem ürült ki a Balaton augusztus 20-a után sem, bár lényegesen kevesebben utaznak a tóhoz, mint a főszezonban, még mindig vannak, akik egy-egy napot, vagy akár 2-3 éjszakát is eltöltenek a tóparti településeken. Az őszi foglalások is megindultak már. Alapvetően azt látjuk, hogy a két hét, az érkezés előtti két hét az, ami jellemző a foglalás. Tehát zömében akkor generálódnak a foglalások az időpontokra. Nagyon-nagyon fog függni az őszi foglaltságoknak a mennyisége az időjárástól. Itt szeptember úgy látszik, így az előrejelzések szempontjából nagyon elkényeztet minket, és 30 fok feletti hőmérséklet is lesz, ahogy látjuk, úgyhogy biztos ez pozitívan hat. És nyilván a következő időszak, ami biztos, hogy kiemelten fontos lesz a Balaton számára, az az őszi szünet, tehát október vége, november eleje. A szakemberek szerint az őszi szezonban a programturizmus adja a Balaton vonzerejét. Szüreti fesztiválok, családi matinék és kulturális programok egyaránt megtalálhatóak a tó körül. Tűzesetnek indult, végül gyilkossági ügy lett abból az esetből, amiről szombaton értesítették a hatóságokat Pécsen. A lángok oltása során merült fel a gyanú, hogy a Zsolnai úton található házban emberölés történt. A rendőrök végül 48 óra alatt megtalálták a feltételezett tettest. Ez az a ház a pécsi Zsolnai úton, ahová tűzoltókat riasztottak augusztus 24-én. Azonban az oltás során kiderült, hogy súlyos bűncselekmény helyszíne az ingatlan. Tűzoltást végző kollégák a helyszínen holtan találták a tulajdonos 94 éves idős bácsit. A protokoll szerint ilyenkor a rendőri egységek érkeznek a helyszínre, akik az igazságügyi orvos szakértővel megállapították, hogy a halott férfin idegenkezűségre utaló nyomok, sérülések találhatóak. Többek között fejet ért, több sérülés, bordatörés, hátcsonttörés és a nyakon erős folytogatás nyomait is megállapították.
Különös kegyetlenséggel végrehajtott gyilkosság, ezt mondta az esetről Harmati Béla. A bűncselekmény elkövetése után a tettes megpróbálta felgyújtani a házat, így akarta a nyomokat eltüntetni, ami csak részben vezetett eredményre. A nyomozás több verziójának az egyike az volt, hogy a környéken élő hajléktalan vagy félhajléktalan életmódot folytató embereknek az ellenőrzése, elszámoltatása és a velük kapcsolatos adatgyűjtés megtörténjen. Összehangolt adatgyűjtés eredményeként a tegnapi nap délutánján terelődött a gyanú Óvendel pécsi lakosra, aki egyébként többszörösen büntetett előéletű 34 éves férfi. Őt tegnapi nap délutánján elfogták kollégáim, és a lakcímén kutatást végeztek. A férfi csak aludni járt haza, napjait az utcán töltötte, ezért a félhajléktalan életmód kifejezést tudtuk meg a főkapitány helyettestől. A gyanúsított házában tartott szemle eredményes volt, ahol az elhunyt értéktárgyaira bukkantak. Ilyen tárgy volt egy televízió és egy fali ingaóra. A nyomozati cselekmények során ezen kívül az intézkedés alá vont férfi vérgyanús anyaggal szennyezett ruházatát, lábbeliét is le sikerült foglalnunk. A 34 éves férfi által lakott ingatlanban megtartott szemle adatai alapján már megalapozottá vált a gyanú az emberi és bűncselekmény vonatkozásában. A férfit ezért előállítottuk, majd ezt követően gyanúsítottként kihallgattuk. Minősített emberi és büntet elkövetésével gyanúsítjuk. A férfi gyanúsítása ellen panasszal nem élt, viszont vallomást nem tett. Ezt követően őrizetbe vétele mellett előterjesztést tettünk a Baranya vármegyei főügyészség irányába a letartóztatására. Augusztus 26-án történt az őrizetbevétel, így a rendőrök 48 órán belül elfogták a feltételezett tettest. A rendőrségi vezetők kérdésre elmondták, hogy készpénzt nem vitt el a helyszínről az elkövető, pedig a házban bezacskózva több százezer forintot találtak a helyszíni szemle során. 13 évvel ezelőtt a szabálykövető közlekedési kultúra elsajátítása hívta életre a Közlekedik a család elnevezésű vetélkedőt. A megmérettetés 6 állomásból álló idei döntője augusztus 24-én és 25-én volt Pécsen és Orfűn. Stábunkkal a pécsi napról készítettünk tudósítást. A kis család Komárom-Esztergom vármegyéből érkezett. A májusi döntő után sikerült most a végső megmérettetésre is bekerülniük. A családfő azt mondja, szerinte ez egy nagyon jó csapat és családépítő játék, amellett, hogy játszva tanul az ember. A közlekedés szabályai, kerékpározás, technikái és szabályai, kresszabályai, szerintem ez nagyon fontos az ő korosztályukban. Hál' Istennek a fiam is, meg a lányaim is nagyon sokat kerékpároznak közúton is, tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy a közlekedés szabályaival tisztában legyenek, és meglegyen az a rutin, hogy ha egy vészhelyzet van, vagy valami probléma, akkor gyorsan ki tudja kerülni. És ugyanez az autózásnál is. A verseny éppen lefutott számukra, benyomásait osztja meg stábunkkal Kis Róbert. A pálya nagyon tetszett, annak ellenére voltak hibáim, nagyon nehéz pálya volt egyébként, úgy érzem. Nagyon nagy segítség volt, hogy a fiam mellettem volt, és mondta, hogy amit jobb oldalt ugye kevésbé lát az autós, abban tudott segíteni, hogy még mehetek, vihetem az elejét, vagy nem. Hát lehetett volna kevesebb hibám is, de nagyon nehéz pálya volt, úgyhogy remélem, hogy végeredményében az időm jó lesz, és ugye itt leginkább az idő számít, hogy milyen gyorsan teljesíti valaki a pályát, persze az is, hogy minél kevesebb hibával. A család ifjú fiú tagja nagy felelősségérzettel rendelkezik, mint hallhatjuk. Kicsit fura már, hogy kellett nekem, hogy nekem kell segítenem, és hogyha én valamit elrontok, akkor az neki is rossz, de azért úgy nem olyan stresszes, mint amikor én versenyzek a biciklispályán. Az Országos Baleset Megelőzési Tanács idén 13. alkalommal rendezi meg a Közlekedik a család elnevezésű közlekedésbiztonsági vetélkedőt. Ez azt jelenti, hogy 12. alkalommal van lehetőség arra, hogy autót nyerjen a legszabályosabban közlekedő család. A vármegyei döntők már megtörténtek. A mostani versenyt a Baranya és Tolna vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság együtt rendezi az Országos Baleset Megelőzési Bizottság megbízásából. A megmérettetés 6 állomásból álló idei döntője augusztus 24-én és 25-én Pécsen és Orfűn zajlik, mondta Bertáné Wingert Erzsébet, a szervezet titkára.
lehetőség van a 20 családnak összemérni mind elméleti, mind gyakorlati tudását. Először egy autós és kerékpáros ügyességi pályát kell leküzdeniük, majd egy nagyon-nagyon nehéz tesztlapot megírni, és utána játékos feladatok következnek Orfűn, illetve a Match Extreme Parkban. A játék azonban nem csak a döntőbe bekerült családoknak, hanem a területi fordulón résztvevő legeredményesebb oktatási intézményeknek is kedvezett. Azok az iskolák, amelyekből a legtöbb diák és családja vett részt a vetélkedő sorozaton, a helyezéstől függően 500 ezer, 300 ezer vagy 100 ezer forint értékű tan- és sportszerjutalomban részesültek. Bővebb információ a polisz.hu-n olvasható. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Bölcsöde épült Kaposszegcsőn. Ünnepélyes megnyitó keretein belül adták át az új intézményt. Nem csak a 20 éveseké a világ. Nyugdíjas sportnap Faddon. Baptista tevéken szeretett misszió. Idén is sok családnak könnyítik meg majd az iskola kezdést. Dél-Dunán túli társasjáték klub találkozó. Másodszor rendezte meg a Tolnai Egyesület. Csütörtökön délelőtt sok napsütés várható, majd délután mérsékelt fátyolfelhőzet zavarhatja itt-ott a napsugarakat. Délelőtt gyenge légmozgás lesz jellemző, majd a délutáni időszakban felélénkülhet a szél. Számottevő eső nem valószínű. Éjjel ismét országszerte legyengül a légmozgás. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!